van készülve minden ahhoz, hogy egy gyönyörű szép műalkotás szülessen itt az iskola falán. Ehhez nagyon fontos némi eligazítást, hogy felvezessük ezt az egészet, magát a folyamatot is, mit kell csinálni, és hogyan, mondjuk tisztában vagytok vele, de azért mégis. Nagyon fontos a fegyelem. Egyrészt egymásra oda kell figyelni, nem lögdösülsz, szépen fegyelmezetten dolgozol. Másrészt, mindenki a saját ceruzáját használja egyelőre. Később kihozunk majd a festékeket, a festékekkel pedig elkezdjük festeni majd a falat. A technika a következő írásvetítő fóliára rárajzoltuk előzőleg azokat a képeket, amiket elképzeltetek ti, hogy a falra kerüljön. Írásvetítő fólia segítségével fel fogjuk vetíteni a falra, ti ceruzával átrajzoljátok, szépen sorba fogunk haladni. Alkotásra fel! Találni! 1, 2, 3! Alkotásra fel! Ebben az intézményben 2 éve foglalkozom gyermekekkel, 2 éves csoport néven fut a képzési parvészeti tanszak, 2 csoporttal rendelkezik az iskola, ez körülbelül egy olyan 20-30 főt jelent. A műcsarnok beton és festék színű rajzpályázatot hirdetett, melynek hatására az iskola kapunk mi is egyénnyét, és ennek hatására az iskola vezetése és én, mint szaktanár mi döntöttünk, hogy elkészítünk egy műalkotást az iskola folyosójára. Ez tulajdonképpen a lépcsőház, az a helyszín, ahol jelenleg is vagyunk. A gyermekeink 2 alkalommal, 2x45 percben készítették el ezt a műalkotást, amit láthatunk. Előző tervek alapján, tehát rajzban megalkották, aztán fóliára rávittük, maga a technika az a következő, tehát a következő képen volt. Először is a rajzokat, a terveket felvettük fóliára, filctől segítségével, amit ezután írásvetítő segítségével kivetítettünk a falra, ezt átrajzolták a gyermekeink, és ezután pedig kifestették. Diszperziós falfestéket használtunk, különböző ecseteket, és különböző színeket keverve ki. A műalkotás elkészítéséhez 2 alkalmat vettünk igénybe, úgy gondoltam, hogy ez a tematikámban is belefér, és időben is megfelelő lesz. A gyerekek eléggé elfáradtak, viszont nagyon élvezték ezt a tevékenységet, ami 2x45 percet vett ki. Körülbelül egy olyan 13-15 fővel dolgoztam. Nagyon lelkesek voltak, nagyon ügyesek voltak. Igazániból egy hatalmas élményt jelentett az, hogy egy ekkora felületre ők engedélyt kaptak, hogy a saját kis képeiket megvalósítsák, és ami ugye a fantáziájukban megszületett. Én úgy gondolom, hogy sikeres lett, elkészült, nagyon szép, itt maradhat az iskolában egy maradandó élményként, és mindemellett dekoratív. Teljes egészében gyermekmunka, néha persze kicsit én is belesegítettem, nyilván kellettek instrukciók és irányítás ahhoz, hogy ez a munka ilyenné válhasson és létrejöhessen. Egyetemet majd